A Budapesti Járműbiztosítási Igazgatóság déli kocsijavító műhelyének a telephelyén vagyunk. Gyakorlatilag ebben az épületben három különböző cég kapott helyet. Egyrészt maga a kocsi műhely és annak az irodái, a mozdonyvezetők felvigyázó irodája és várakozó helységei, illetve öltözők, illetve valamilyen talajmechanikai részleg, nem tudom milyen céghez tartoznak pontosan. Tehát itt a fenti emelet részen irodák és az itt dolgozó kollégáknak, kocsiműhelyeseknek, illetve a mozdonyvezetőknek az öltözői láthatók. A két kazán bizonytalan működése okán itt már régóta tervezve volt, hogy egy új kazán fűtési rendszernek a kialakítására kerül sor. Most a karácsonyi ünnepeket megelőzően gyakorlatilag a egyetlen működő kazán is tönkrement, és hát az ezt karbantartó Flexo nevű cégnek az emberét meg is jelent, de megrendelés, meg fizetés, meg egyéb ilyen adminisztratív hiányosságokra hivatkozva gyakorlatilag nem cserélték ki a szükséges elemeket, nem javították meg a kazánt, elvonultak. Az ünnepek alatt itt tevékenység nem folyt, a kazán állt, majd az ünnepeket követő 4., 6. környéki időszakban jött már az új kivitelező, és hát az elgondolás ugye az volt, hogy az egyik működő régi kazán mellett letelepítik az újat, és így folyamatos lesz majd a beruházás folyamán a melegvízellátás. Meg is érkeztek, meglátván, hogy a régi kazán már nem üzemel, fogták, szétvágták az egészet két pillanat alatt, és itt vannak most a udvaron szétszórva ennek a romjai, gondolván, hogy az, illetve nem is tudom, hogy mit gondoltak, vagy kiadott engedélyt arra, hogy ez a régi kazán szétszedjék, annál is inkább, mert az eredeti elgondolás az volt, hogy ez majd valami kertészetben fogja befejezni pályafutását, ott még néhány évig elüzemelget. Hát nem ez történt, kikerült ide az udvarra, és gyakorlatilag már a régi nincs, az új az éppen készülget, és jelenleg a öltözők, az irodák fűtetlenek. Most a villanyszerelő műhelyben vagyunk, rendeltetésszerűen ott látható, hogy egy mekkora radiátor fűtötte ezt a helységet. Hát ezzel szemben a jelenlegi átmeneti állapotban hoztak ide egy csomó ilyen kis olajradiátort, de hát gyakorlatilag ezek szinte hatástalanok. Tulajdonképpen a helyi vezetés azt a megoldást találta ki, hogy egy javításra, illetve egy előfűtött kocsiban biztosítja a kollégáknak a melegedését. Gyakorlatilag itt folyamatos tevékenység nincs. Itt a legnagyobb problémát az öltözés, illetve a öltözés, mosdás, fürdésnek a ellehetetlenülése okozza. És most megnézzük az öltöző helységet. Ide már nem jutott ezekből az olajradiátorokból, de hát hiába is raktak volna ezek a helységméretek, ezek a légterek ezekkel nem fűthetők ki. Mind a mellett meg hát a villamos hálózat már így is roskadozik az eddigiek üzemeltetése alatt. Nyilván azon vagyunk, hogy valamilyen módon itt felvegyük a kapcsolatot az IK-val, illetve hát mindazokkal, akik ebben a dologban közre működnek, mert most már csak egyetlen megoldás van, minél jobban felgyorsítani az új kazánnak a telepítését, annak a munkálatait, annál is inkább, mert hát ezek itt hatósági engedélyköteles eljárások is vannak a üzembehelyezési folyamatnak a végén, amik hát elég időigényesek. Tehát itt azt gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy minél előbb itt valamilyen módon helyreálljon, akár mondom az új kazának az üzembehelyezésében is a fűtés.